Megvennéd? Eladó. Egy frissen kerámiázott. Nem úgy. Kerámia bevonat. 5000-es V8-as, gyönyörű fekete Knight Rider autó. Egyik legismertebb része, ami most akár a tiéd is lehet. A filmbelivel megegyező Knight rendszám megy a vaterára, nem ez, mert ez egy használt szár. Egy tiszta új. When I look at you, I see. A képen lévő 9 éves kislány Nila, aki 2 évvel ezelőtt az angyalokhoz költözött. Az ő ötlete nyomán szülei létrehoztak egy alapítványt, amely a leukémiás és daganatos gyermekeket segíti. A rendszámlicitből befolyó teljes összeg nekik megy, és ezt a célt szolgálja. Szóval a Portéka egy teljesen új, bontatlan csomagolású Knight rendszám, fémből van, stimmelnek a betűformák, stimmelnek a színe, a filmbelivel teljesen megegyezik, tip-top, ha akarod, kit alá is írhatja. Inkább ne, gírbe-gúrba lesz. Dobj egy licitet, ha Knight Rider vagy Kit rajongó vagy, ha nem, akkor is, ugyanis a teljes befolyt összeg egy beteg kisgyerek gyógyulását segítheti elő, úgyhogy hajrá! Remélem, hogy össze fog jönni, még segítsetek. Irány a Vatera, link a videó leírásában. Sokszor megkapom, hogy kit eltűnt, mi van kittel, igazából semmi. Mindent ugyanúgy csinálok, ahogy eddig, kicsit most Mikulás üzemmódba kapcsoltam. A Mikulás a fekete autón érkezik szán helyett, ugyanis örömöt szállítok. És ami érdekes, hogy mostanában nem annyira felnőtteknek, tehát nem a 40-es, 30-as korosztály, hanem gyerekek érkeznek, például legutóbb 5. szülinap, múlt héten egy 7 éves szülinap, most pedig ahova tartok, Debrecenből jön egy apuka, Jocó, és hozza meglepetésként, semmit nem tud az egészről, a 6 éves kisfiát. Azt mondták, egy kék Skodát kell keresni, és ott a kék Skoda. Sziasztok! Hello! Újra találkoztunk, szia, a parkolópaládén beszéltünk. Így van, így van. Hát hello! Hello! És te? Na Máté! Szia Máté! Hello! Szia! Hú, na Máté, mit szólsz? Meglepetés? Ez óriási meglepetés. Nem is vagy annyira meglepődve. Fel kell dolgozni, ugye? Hát mit szólsz hozzá? Ez nem egy... is tetszik, látom. Já. Tetszik? Igen? Mégis? Óriási. 82-83-as, és csak a Transamen. Igen. Nézd meg. Látod? Ott is olyan, ott is olyan. Na mit szólsz? Na milyen érzés? Jó? A betyárját neki. Akkor már megfoghatod? Persze, jó? Nyugodtan. Szuper. Végignyomkodhatod a gombokat is. Na, milyen szújnapi ajándékod van? Sokat utaztatok, érted, de azért messzire őt, menj, hát egy 370 km. De zokszó nélkül, ennyi, jó, hát végig. Jó. Ezeket nyugodtan, a ezeket gombokat. A pirosokat. Oda néz. Na? Hát ki látott már ilyet? Na szólj már valamit. Lényegében mit szándékozunk tenni? Beszélgetünk. Az a parancs. Tessék beszélgetni. Mondhatom, nagyon tetszik a külsőm. Nézd meg, és dicséri saját magát. Egy utolsót megyünk vele? Na gyere, menjünk akkor! De hát kell ülni, hogy nem te vezetsz! Na jöhet a gyors! Töb-törödö! Máté! Jól mutatok a videóba a füligérő szájjal? Hát nem tudom, hogy mi látszik már! Semmit nem látok a kijelzőből! A páncélzat! Parancsoljanak kiszállni. Igazgató úr apukája.
Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Hát egy élmény volt. Most már csöndbe leszel, ugye? Autó vagyok. Nézd meg, és még mindig mondja. De kell valamom, hogy igen nehéz feldolgoznom ennek a sportnak. Csöndbe legyél már. Vagy nevezd, aminek akarod. Nézd. Biztos vagy meg? Nem vagyok biztos, csöndbe legyél. Mit elkezdsz az amikor a kívülségességemben? Hát és nézd meg. Hálásan köszönöm neked. Én köszönöm, hogy jöttetek. Óriás jó volt. Na hello! Jó volt? Tetszett? Na, nagyon. Jó van akkor. Bocs, én válaszolok. Úgy kérdezem, és te válaszolod. Jó, az a lényeg, az a lényeg. Hasonlít arra, tiédre? Azt hiszem. De ez jobban pörög a kavicson, igaz? Na, köszönöm szépen. Mi köszönjük? Sziasztok. Sziasztok, szia Zsolt, szia Kit. Hello. Hello, sziasztok. Szia, hello, hello, jó utat. Köszi. Gyakran kapom meg kommentben azt a kérdést, hogy miért nincs gyakrabban videó? Azért, mert a videózás mellett nekem is van más. Van család, van munka, van a hobbi, a hülye hobbi. Ami igazából nem is hobbi, hanem ilyen autókkal kapcsolatos mindenféle hülyeség. Például a gombhoz a kabátot elv alapján autóalkatrészeket veszek olyan autóhoz, ami nincs is. És azért hoztalak el most a gárdra, hogy egy ilyen kalandomat megmutassam. És tudod, van az, amikor a feleség azt mondja, hogy Istenem, add, hogy végre csajokat nézzen a számítógépen. Nem már megint autóalkatrész. Azért jöttem el Agárdra, konkrétan a szennyvíztisztító telepre, hogy felvegyek 4 darab felnit. Ők azok a felnik. És jogosan kérdezed, hogy mi a szarnak neked 4 darab ilyen pici méretű, szargumis, rozsdás, trabant felni? Trabantot állni élvezet. Akkor elmondom a titkot. Ugyan trabantom még nincs, de ezek a fajta trabant felnik manapság már ritkaságnak számítanak, ugyanis ezek a 60-as évek, 70-es évek elejé modelleken voltak. Nézd, ez a perem, amit itt látsz, ez a króm disztárcsának, vagy fém disztárcsának a tartója. Igen, nincsen még trabantom, de majd egyszer szeretnék egyet, és olyan korai 60-as, 70-es években itt, mert nekem a disztárcsás verzió tetszik. Ezt a 4 rozsdás felnit én mondjuk 3 darab hamburgernek az ájráig vettem. Plusz, az az igazság, most ezt így kettőnk között megsúgom, hogyha feliratkozol egy ilyen trabantos Facebook csoportba, vagy akármilyen fórumra felmész, és disztárcsás kerekeket keresel, akinek van, és tudja is, hogy mit árul, úgymond rá 40-50 ezer forintot a 4 darabra, állapottól függetlenül, hogy csak úgy durran. Most akkor jó volt ez 3 Big Mac áráért? Igen, tudom, rozsdás, nem szép, szar rajta a gumi, kell velem elózni, de engem ez sosem zavar. Tudod, hogyha nézed a csatornát, hogy egy kis munkától én nem riadok vissza, lesz ebből még szép? És ezek nem az első dolgok Trabihoz. Már van 2 régi CP-s rendszámom, amely betű kiosztást ugyancsak a 60-as években használtak. Tiszta retro itt minden. Ja, ha már retro. Icarus 260, megvan? Ráncajtó, Trilex felni. Egy újabb példája hülye hobbinak. Ha? Ne kérdezz, hogy minek. Inkább hallgasd a hangot. Na? Csak a hülyeség. Nemrég egyébként elkezdtem szétszedni ezt a panelt, leszettem, mert át akarom alakítani a rendes városi busznak a gombsorára, mert ugye abban itt volt a váltó, itt voltak az ajtónyitók, arról nem is beszélve, hogy szerepe lesz egy következő videóban, amikor is nyakig fogunk gázolni a retro per nosztalgia per 90-es években. Hamarosan érkezem vele, addig viszont kikapcsol a kamera, neked irány Vatera!